Az alapszakasz győztes Veszprémmel az elődöntőig háromszor találkozott a szezonban a Nyíregyháza, és a meccs előtt 2-1-es mérleggel a csütörtöki házigazdát jobban. Az első negyedben 10-10 után lépett el a vendégektől a Veszprém, amely 6 pontos előnye zárt a nyitó 10 percet. A nagyszünetig 11 pontosra hízott a különbség, fordulás után viszont elkezdték ledolgozni hátrányukat a kék cápák, a záró negyednek 62-58-nál vágtak neki a csapatok. Ismét veszprémi percek következtek, és bár a vendégek mindennek próbáltak, 6 pontos hazai sikerrel ért véget az elődöntő első felvonása. Igazi playoff mérkőzés volt. Amit kitaláltunk taktikát, az a második percig működött sajnos, mert a Cingelzoni megsérült, és utána nem tudott pályára lépni. Magas szerkezettel kezdtünk, sajnos utána át kellett alakítunk a taktikánkat. Ez egy kicsit talán megzavarta a csapatot, és előnnyel mehetett a Veszprém a fél időben. Aztán a 34-ben vissza tudtunk jönni, de sajnos nem tudtuk megfordítani a mérkőzés. De úgy gondolom, hogy jól játszottunk, és van esélyünk vasárnap, hogy nyerjünk itthon. Cinger Zoltánra ebben a szezonban már aligha számíthattak a nyíregyháziak, és rajta kívül is vannak olyanok a csapatban, akik nem teljesen egészségesen játszanak. Pénteken hárman ballaktak, ők hétfőn kezdik az érettségit, ettől függetlenül Siska János bízik abban, hogy vasárnap egyenlíteni tudnak. Kis dolgokon múlik, kevesebb eladott labda kellene, kicsit gyorsabb játék kellene, pontosabb passzok, meg mondtam, hogy pontosabb dobások. Ha ezeken tudunk javítani, akkor én úgy gondolom, hogy meg tudjuk nyerni a mérkőzést. A Nyíregyháza Blue Sharks Veszprém mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják a találkozót.